Az elszabadult energiaárak miatt a kormány egyeztetést kezdeményez az önkormányzatokkal. Ehhez azonban a településeknek először egy menedzsment tervet kell benyújtaniuk, amelyben bemutatják, hogy mit tettek eddig a kiadások csökkentése érdekében. És szintén a héten döntött arról a kabinet, hogy az önkormányzatoknak és az általuk fenntartott költségvetési szervekre is érvényes a 25%-os kötelező fogyasztás csökkentés. Székesfehérvárra kapcsolunk, itt van velünk Cserpalkovics András polgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget! Hogyan értékeli, mit szól a kormány döntéséhez? Azt gondolom, hogy nagyon fontos döntés született, ami abszolút előremutató ebben az egyébként nem könnyű helyzetben, hiszen ahogy a felkonferálás során is elhangzott, nagyon jelentősen megnőttek az energiaárak, ezek hatnak az önkormányzatokra, az önkormányzati intézményekre és a közszolgáltató vállalatokra egyaránt. És ez a most megjelent rendelet, illetve azóta ezt most már levélben is értesítésként megkaptuk, az azt teszi lehetővé, hogy azonos bázis alapon benyújtva egyébként adatokat, információkat, intézkedési tervet lehessen egyeztetéseket lefolytatni a kormány erre kijelölt szereplőivel. Lassan október közepe van, nem késett el egy picit akár bármelyik önkormányzat, akár a kormány ezzel a tervvel, hiszen ameddig ezt benyújtják, értékelik, tárgyalnak róla, addig lassan november-december lesz, és hát nyakunkon a tél. Kérdés, hogy mennyire hideg lesz természetesen. Azt gondolom, hogy egy felelősen eljáró önkormányzat, illetve annak vezetője már hosszú-hosszú hetek óta dolgozik egy ilyen intézkedési terven, sőt adott esetben már takarékossági intézkedésekről döntött is. Így nem most kell nekiállni ennek a tervnek, hanem valójában ezen sablon alapján, ami nyilván egy egységes bázist fog jelenteni, kell ezt benyújtani. Viszonylag rövid is a határidő, hiszen a jövő hét folyamán ezt már meg is kell tennünk. És a kormányzattal is, annak szereplőivel volt már az elmúlt hetekben egyeztetés, például a megyei városok, rögtön szeretném hangsúlyozni, hogy pártállástól függetlenül találkozhattak többek között mondjuk Gulyás Gergely miniszter úrral, mint egy másfél héttel ezelőtt, ott is nyilván ez volt az egyik legfontosabb kérdés. Talán egyébként az a találkozó is inspirálta most ennek az egyeztetési mechanizmusnak a elindítását. Tehát még egyszer, szerintem a munka egy felelős helyen nem most kezdődik, hanem már augusztusban elkezdődött, így az adatok rendelkezésre állnak, illetve részben meg is kellett várni a különböző beszerzések, közbeszerzéseknek a végét, hiszen exakt adatok most állnak rendelkezésre áram és gáz tekintetében. Hogy mi is beszélgettünk nem olyan régen, akkor még az is kérdés volt, hogy egyáltalán kapunk-e ajánlatokat az áramgáz vonatkozásában, az intézményeink működtetése érdekében. Ugye utána szintén a kormánynak volt egy fontos döntése, amiben rögzítette, hogy az állami szolgáltató, legalább az állami szolgáltató ajánlatokat fog adni ezeken a beszerzési eljárásokon. Jelentem, ez megvalósult, tehát jelenleg az nem probléma, hogy ne kapnánk javaslatot, árat a beszerzési eljárások keretében. Az más kérdés, hogy ezek nagyon magasak, de nyilván itt meg lehet egyeztetni arról, hogy hogyan lehet ezt finanszírozni. Szerintem ami kulcskérdés, hogy bölcsödének, óvodának, bentlakásos szociális intézménynek, háziorvosi rendelőnek működnie kell a településeken. Minden más persze jó lenne, ha működne, de adott esetben a téli időszakra, a takarékosság jegyében működése vonatkozásában korlátozható, pont azért, hogy az előbbi kérdéseket és szolgáltatásokat tudjuk garantálni, és ha ebben tudunk kapni az államtól egy kiegészítő segítséget, akkor az kulcskérdés. Azért tegyük hozzá, hogy azzal is nagyon komoly segítséget kapunk, hogy a lakosság számára a rezsicsökkentés az továbbra is fönnmarad. Nálunk több mint 21 ezer távfővel fűtött lakás van, ez óriási szám, több tízezer embernek egy óriási segítség például az, hogy a távfődíjak nem változnak magánszemélyek vonatkozásában. Igaz, az önkormányzati intézmények is hatnak a mindennapjaira egy-egy polgárnak, egy-egy családnak, tehát ezért lenne jó, ha itt is lehetne valami egészséges egyensúlyt találni. De azért az önkormányzatiság a cselekvőképességről is szól, tehát nem tarthatjuk a markunkat és mehetünk mindig az államhoz, hogy mindent oldjon meg helyettünk, hanem valahogy közösen kell, és szerintem ez a menedzsment terv, ez az intézkedési terv, és ennek benyújtása az ehhez lehet egy nagyon fontos első lépés. Ugye nagyon fontos kérdés, ez a 25%-os csökkentés, azt kiszámolták, hogyha csökkentik 25%-ra, tehát sikerül tartani ezt a tervet, akkor mennyit kell majd fizetniük? Igen, vannak már ilyen számításaink is, de ugye ennek az intézkedésnek van a kormány oldalára egy másik nagyon fontos része, ez pedig egy lehetőség az önkormányzatoknak, hogy ez eddig egyik legnagyobb problémánk az volt, hogyha nem tudtuk volna pontosan megmondani a mennyiséget,
akkor ugye nagyon nagy büntető kötbéreket kellett volna fizetnünk, akár többlet, akár pedig kevesebb energiára, gázra van szükségünk. Ugye ezt most kitolta az állami keretet, ez nekünk egy nagy lehetőség arra, hogy az intézkedéseinket, a takarékosságot úgy tudjuk megvalósítani, hogy a végén az ne kerüljön többe annál, mintha ezt nem is tettük volna meg. A kettőt tehát együtt érdemes nézni, az biztos, hogy a távfődíj megemelkedése még úgy is, hogy továbbra is van egyfajta ársapka az önkormányzati intézményeknél, illetve az alapdíjat nem kell emelnünk, és az támogatásban továbbra is finanszírozott, így is azért egy 11,6-szoros szorzóról beszélünk, ez egy nagyon jelentős emelkedés, ez Fejévár esetében mindegy 2,2 milliárd forintos többletkiadás 23-ban. Nyilván bízunk abban, hogy még lejjebb mennek ezek az árak, de abban is, hogy az meghozott takarékossági intézkedésekkel, illetve az állami források segítségével ez finanszírozható lesz a tér. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy akkor majd a város és a kormány közösen fognak össze, mert mint Székesfehérvár, és akkor a kormány közösen fognak össze annak érdekében, hogy ezt a megnövekedett költséget ki tudják fizetni, ki tudják gazdálkodni? Igen, azt gondolom, hogy erre van szükség. Nyilván itt az adóerőképessége az, még minden ilyen kérdésben nagy kérdés lesz, tehát nagy valószínűség azért nem Fehérvárral fog kezdődni majd ez a fajta állami segítség, de nyilván mi is bízunk abba, hogy valamilyen kiegészítő segítséget legalább bölcsi óvi rendelők tekintetében kapunk, de valóban erről van szó. A kormány szeretne meggyőződni arról, szerintem helyesen, hogy egy önkormányzat ebben a helyzetben képes saját maga is döntéseket hozni a takarékosság érdekében, és amit ezen túl kell valamilyen módon megoldani, abban tud az állam valamilyen kiegészítő segítséget nyújtani. Polgármester úr, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt, beszélgetünk majd még a témáról. Köszönöm szépen a lehetőséget.